Sziasztok, Borszéki Peti vagyok, és üdvözölhetiteket a Pure Gold csatornáján, mint a csapat legújabb tagja. Néhány már ismerős lehetek, ugyanis a harmad YouTube csatornát igazgatom kb. 2018 óta, viszont ha nem lennék ismerős, az sincs semmi probléma, ugyanis innentől kezdve rendszeresen fogunk találkozni. Egyébként 2017 óta foglalkozok testépítéssel, táplálkozási tanácsadással, és ez az én szenvedélyem, és ezekről a témákról, ezekhez kapcsolódó témákról fogok veletek beszélgetni. Na de miért a Pure Gold? Az elmúlt körülbelül egy évben számtalan alkalommal találkoztam velük Instagramon, Youtube-on, Facebookon, viszont az igazi áttörést szerintem azt hoztam, amikor Király Lacival beszélgettünk egy kicsikét táplálékiegészítésről, edzésről, és szóba jött a Pure Gold is, elkezdtünk beszélgetni róla, hogy milyen módon tudnánk együtt dolgozni, és meglepően konstatáltam én is, hogy egyébként a Pure Gold mögött Bengyel Zsolt áll, aki körülbelül 30 éve vezetője gyakorlatilag az egész táplálékégésző piacnak Magyarországon, rengeteg dolgot letett az asztalra, itt van például a Superbad és az egész 30 évben igazából mindvégig jelen volt ebben az egészben, és az ő és Király Laci kombinációjából szerintem kijöhet egy olyan, egy olyan brutális áttörést okozó, akár videósorozat, akár cég, ami rendesen helyre fogja tenni ezeket a téfiteket, amikről majd a továbbiakban beszélgetni fogunk és akkor most gyorsan néhány mondatban magamról és arról, hogy miről fog szólni ez az egész blog. Szó szóval összességében a háromharmad YouTube csatorna, háromharmad táplálkozás, edzés, regeneráció, három egyformán fontos pillér, mindegyik nélkülözhetlen ahhoz, hogy te át tudjál alakulni, fogyni tudjál, vagy éppen izmot építeni. És összességében a táplálkozás, az edzés alapja, az nagyon egyszerű. És nem azzal szokott lenni a probléma, itt a 21. században, hogy túl kevés információ áll rendelkezésére akárkinek, hiszen az okostelefonot előveszed, és egy gomnyomással az emberiség összes tudása a rendelkezésedre áll, hanem pont az ellenkezője szokott lenni a probléma, az, hogy túl sok információ áll rendelkezésedre, és nem tudod kiszűrni, hogy mi az igazság. Ugyanis van egy igazság, és rengeteg téfit, és nagyon sokan vannak ezen a, tápl ezen a fitness piacon különösen, akik megpróbálják kiaknázni ezeket a téfitek annak érdekében, hogy előnyre tegyenek szert, és ezek lesznek azok a téfitek, amiket egyesével le fogunk dönteni. Annak érdekében, hogy te, aki nézed ezt a videót, el tud magad kalauzolni a fitness világában anélkül, hogy átvernének, és a lehető leghatékonyabb, lehető leggyorsabb módon át tudj alakulni megfelelő tudás birtokában. Ez azért azonban sajnos nem ennyire egyszerű, ugyanis más lesz a tévhit és más lesz a helyes információ annak, aki mondjuk 10 éve testépítéssel foglalkozik, vagy annak, aki három gyerek mellett otthon egy kicsikét próbálna jobban formába kerülni. De ezzel nincs is semmi probléma, hogy a fitness az mindenki kortól, nemtől, edzettségi szintől függetlenül, és mindenki, akár még csoportba is tartozom, meg fogja találni azt a videót, azt az információt, amire neki szüksége van, hogy a saját adott célját elérje. De azért szeretnék előjáróba így néhány témát feldobni nektek, hogy mégis miről lesz szó körülbelül. Biztosan ti is hallottatok már ilyenről, hogy úszógumbi eltüntetése, helyi zsíréget és integető izomnál, vagy akárhol máshol, esetleg, hogy hat után szabad enni, a szédrát az tényleg káros, a vegán életmód az tényleg egészséges? Mi történik akkor, ha túl sok zsírt eszek, túl sok szédrát, a fehérje az káros a vesére? Rengeteg olyan dolog van, ami igazából egyértelmű, ha az ember kicsikét jobban beleássa magát, de nincs mindenkinek ideje arra, hogy enciklopédiákat lapozgasson, megnézzen több száz órányi anyagot, feliratkozom kurzusokra, de nem is kell szerencsére, ugyanis ebben a videósorozatban össze lesznek foglalva a leggyakrabban előforduló téfitek, és hogy mire a megoldás. Jó néhány témával már fölkészültünk a számotokra, hogy mik azok a leggyakrabban előforduló téfitek, amiket mindenképpen le kell rombolni, viszont van olyan, amit te szívesen hallanál, ha hallottál valamit, akkor nyugodtan írd le kommentbe, és még az is lehet, hogy akár a te kérdésedről is YouTube videót fogunk forgatni. Viszont a következő videó témája az egy nagyon-nagyon gyakran előforduló téfit lesz, pontosabban az, hogy hogyan lehet hasról fogyni, hogyan lehet az úszógumit eltüntetni, vagy bárhonnan máshonnan zsírt kifejezetten célzottan lefaragni. Erről lesz szó, tartsatok velem!